Nem sikerült az osztályozó, elmaradt a bravúr, így tíz év ott tartózkodás után kiesett a Davis Kupa Euróafrikai Zóna 2 csoportjából a hármasba magyar férfi teniszválogatott, miután kikapott Luxemburgtól idehaza. A kudarc és a fiatal magyar csapat jövője következik Hornak Miklós Szövetség, kapitány elő a vendégünk, jó reggelt kívánok, szia! Mennyire hittélte abban előzetesen előjelek, átalakulás, stb., hogy megnyerhető ez a csata a luxemburgiak ellen? Hát megpróbáltunk egy stratégiát fölépíteni, ami végül is majdnem sikerült. Tehát ugye Attiláról tudjuk, Balázs Attiláról tudjuk, hogy nem igazán kemény pályás játékos, óckodik játszani bármilyen fedett pályás versenyen, nem is játszott ebben az évben, csak kint is alappályás versenyeken. Elvileg nem éreztem azt, hogy ő három napot végig tud úgy játszani esetlegesen, hogy a párosba is bedobjam, bár erre voltak, mondom, jelek, hogy, hogy miért nem őt játszottam, stb. De ez egy kapitánynak a sorsa általában, hogyha hát a fiatalok nyernek, akkor jó döntés, igen. így van, ha nem, akkor miért nem a másik. Ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor Attila az volt a terv, hogy egy elfáradt, viszonylag elfáradt Zsill Müller ellen tud majd érvényesülni, ami részben sikerült, de sajnos nem fáradt el elég Müller. Mivel készültetek, mivel készítettétek fel Attilát Zsírmüller ellen? Hát itt azért majdnem 200 a helyezési különbség közöttük a világranglistán, tehát a, 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 nagy, nagy, falat volt előzetesen is. Persze, hát tulajdonképpen Attila tavaly már bemutatta itt pont a Davis Kupa találkozó után egy héttel Bukarestben, hogy kvalifikációból egészen az elődöntőig tudott menni egy nagyon magas pénzdíjazású ATP versenyen, ahol öt top 100 játékost meg tudott verni, tehát Attilával évek óta mondjuk, hogy megvan az a szint benne, amit már be is bizonyított így többször, hogy meg tudja csinálni azt, hogy oda tud kerülni, tartósan nem tudja ezt a formát hozni. Azt mondanak, hogy ha már utaltál arra, hogy eleve ugye a nehéz volt rávenni a kemény pályára, meg nem szereti a kemény pályát, ezt, ezt egy ilyen fátumnak, adottságnak kell elfogadni a, az edzőnek, a kapitánynak, hogy vannak ilyen versenyzők, és ami nem megy, azt ne erőltessük? Ezt én nem, nem mondanám így. Tehát mi próbáltuk győzködni több uh, kollégámmal, barátommal együtt, akik foglalkoztunk Attilával itt évek során. Mert ugye ez ezt, Ez egy ez fóbia. Az... Teljesen, uh -huh. Hát most Aha. láttuk, hogy teljes bizonyíték van rá, hogy ez. ez, ez Tehát ez egy kialakult ilyen rossz ellenérzésben. Ez benne. egy fóbia, Aha. Ami, amit esetlegesen ő megerősített magában. Én nagyon sajnálom, mert hát láthattuk olyan produkció volt, ami teljes grenclen mérkőzés volt. Tehát és ezt, a, ezt, ezt le lehet rombolni, vagy leromboljátok benne ezt a... Ezt a gátot? 24 éves, és hát itt mondom motivációs gondolatai is voltak már többször, hogy ezt hogy csinálja tovább, mert nem sikerült áttörni pillanatok alatt, vagy nem sikerült olyan könnyen odajutni a 150 alatt, ő már volt, és csinálta ezeket az eredményeket, nem tudott ott maradni, akkor voltak olyan érzések, hogy esetleg ez nagyon nehéz, nem tudja ezt megcsinálni tartósan, minden héten ezt a szintet hozni. Hát egyelőre mondom, ezen, ezen próbálunk, hogy azért 24 éves kor után láthatjuk a mai trendeket, itt idősebb korban is bőven tudnak játszani játékosok, Attila is most került abba az érett állapotba, amiből még van, van, van fölfele út, tehát mi csak biztatjuk, hogy csinálja tovább. Volt egyébként azon a, a Müller mérkőzésen olyan pillanat, amikor bíztál, hogy összejön a bravúr? Mert a, mint az előbb említett, azért ez egy, nem egy lefutott mérkőzés volt, ez egy, egy, ez egy nagy menet volt. Hát pláne az ötödik szetes gémét rögtön ugye Attila el tudta venni Müller szerváját, amit utána nem sikerült tartania, akkor sokszor volt olyan momentum, amikor esetlegesen egy kis szerencsével, vagy ez, ez most egy kicsit ütjük ezt a vasat, de tényleg a bírok a kritikus helyzetekben, ahogy mindenhol szokás a világon, a, az 50-50 százalékos -50 labdákat nem a mi javunkra ítélték meg, hanem ellenünk. Sokszor a szlovák vezetőbíró ítélte felül a magyar vonalbíró ítéletét a mi javunkra, és a magyar vonalbírók ellenünk ítéltek. Tehát ez egy picit furcsa volt, nem terelném erre az okokat, tehát nem kívánunk ilyen kibúvókat keresni. De, de bocsánat, ha szám... már szóba azért egy, egy mondatot még erről, hogy ma ez, ez ezen a mérkőzésen túl is egy létező probléma a teniszben, mint hogy egyébként nagyon sokat beszélünk a bíráskodás szubjektivitásra, mondjuk a vízilabdában. Egy teljes... Mértékben igaznak tudom mondani ezt, mert uh, ugye kint külföldön pont ellenkező arányban csinálják meg. Ott van a döntnök, ott van a székbíró általában 5-kétes labdát, mindegyiket ahogy látjuk nemzetközi, tehát rutintalanok a bíróink ennyi. Uh -huh. Tehát a külföldi bírók, a vonalbírók pontosan tudják, hogy mikor kell esetlegesen bemondani, vagy nem bemondani egy labdát, ami nem csalásnak számít, hanem egész egyszerűen egy, egy jó indulatú segítségnek lehet mondani, amit fölülbírál a székbíró, vagy pedig a döntnök, vagy ha tiltakozás van, akkor ötből négy labdánál ez nem történik, meg egy labdánál esetlegesen megkapják a labdát, akkor még négy labda mindig a miénk. Hát ez most döntő lehetett volna. Tehát akkor azt mondod, hogy a szövetségnek oda kell majd figyelni figyelni arra, hogy a bíróképzésre. Ez, ez biztos teljesen, de mondom nem kívánok őrájuk. rájuk, Tehát ők is megpróbálták legjobban csinálni a munkát, túl jól csinálták Aha. a munkájukat és nem volt identitásuk. Most mi a, mi a helyzet a többi mérkőzéssel, mert ugye négy élet a meccsnek, ennek az összecsapásnak a végeredménye, volt-e olyan, ami, ami bosszantó volt számodra? Hát, hogy nem hoztátok. Minimálisan annyi, hogy, hogy Marciban is bíztunk, és ő is nagyon bízott magában, hogy most, ahogy tavaly is meg tudta csinálni, hogy Gulbis nem tudott nyerni ötszedben, most is esetlegesen vártuk ezt a teljesítményt vagy csodát. Müller olyan teljesítményt hozott, ami ellen nem volt Marcinak igazán ellenszere, némileg csalódottá vált, és mind a két fiatal játékosunkban nagyon picit ez a, ez a csalódottság, vagy azt mondom, hogy frusztráltság, egy kicsit rányomta a teljesítményre a bélyegét az utolsó szettekben. Az kellett volna, hogy ott is még az utolsó percig nagyon nagy küzdelekkel ki tudjanak hozni több ö, fáradtságot az ellenfélből, ami beszámíthatott volna vasárnap is, meg szerintem, mondom, ezt meg kell szokniuk, hogy ez a dolguk, hogy első perc utolsóig le kell játszani a meccset. Miklós, ez, ez tragédia ez a kiesés? Mekkora kudarc? Nem érzem annak. Hát Sávó Attila Bardocki-kornél, akik ugye legendák voltak a mi magyar szintünkön természetesen, ők is voltak már ilyen ö, ö, harmadik csoportban, és onnan építkeztek újra. Eh, ahogy mondtam, ugye 20-22 évesen, még 20-21 évesen nem nagyon tudnak ezek a srácok olyan rutinosan viselkedni ilyen helyzetekben, hogy, hogy ezt a terhet állandóan elviseljék. Moldáviában is nagyon nagy hőstettet csináltak a srácok, tehát egy komplet új csapattal mentünk. Marci hirtelen vezéregyenisége kellett, hogy váljon. Volt egy kis sérülése, pénteki napon nem tudta hozni azt a mérkőzését, ami elvileg kellett volna ahhoz, hogy nyerjünk de nem tudok rá semmit olyan negatívat mondani, mert utána két nap olyan teljesítményt adott, ami, ami, ami majdnem győzelemre segítette a csapatot. Ez azt jelenti akkor, hogy minek utána egy nagyon fiatal Davis-Kupa csapat, és, és a generációváltás miatt marad ez a fiatal társaság, hogy ebben, ebben gyors javulás, a trend visszafordítása várható? A nagyon lényeges az, hogy olyan, olyan képességű fiatalok kerüljenek fénybe, akik akikbe látjuk azt a potenciált, hogy egész magas szintre el tudnak jutni, ahogy a Marciba is láttuk Ifikorban. Van 3-4 olyan nagyon jó képességű fiatal játékosunk, 17 8 éves, 14, 15 évesek, akikben ez megvan, tehát itt azért egy hosszabb távú uh, stratégia kell ahhoz, és egy, egy összefogottabb, vagy szerződésekkel lekötött valamilyen iránymutató, jövőre iránymutató szerződések kellenek ahhoz, és biztosítékok ahhoz, hogy ezek a srácok hosszú távon is elrendelkezésre tudjanak állni, és tudják kiteljesíteni a képességeiket, versenyezzenek, gondolok itt akár azokra a srácokra, akik most itt bent vannak, tehát ők is meglenyen az az erő, hogy sokkal többet, keményebben tudjanak dolgozni, hogy maximalizálják a képességeiket. És most ki kellene innentől kezdve Jövő évben lesz májusban egy helyszínen tulajdonképpen, ha jól tudom, nyolc csapat, akikből elviekben két csoportban kell majd játszani, ahogy hallottam, már meg is próbáljuk pályázni ezt, tehát itt érdekes, hogy két év nagyon kemény munka után végre sikerült olyan érdeklődést Kihozni itt a magyar nézőkből, meg jó helyszínen volt, nagyon jó rendezéssel, 800 fő kijött, ami ami nálunk ez rekordszámnak számít, tehát nagyon sokszor tátongó alátok előtt 60-70 ember lézengésével játszottak a gyerekek, még itt 5-6 évvel ezelőtt is. Ez most egy, egy jó irányba fordult, hát az a, az egésznek a fricskája, hogy éppen kiestünk. De akkor lehet, hogy a saját közönség előtt tudunk majd bizonyítani? Hát ez lenne a cél. Hát akkor jó munkát, meg jó felkészülés nektek fel a fejjel. Köszönöm szépen. Hogy szépen. Köszönöm szépen.